Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Ösztűz eheti adása. Én Fekete Rita vagyok, állandó vendégünk Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, az NKE kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok a nézőinknek, hallgatóinknak, egy napsütéses valahonnan. És ebből a napsütéses valahonnanból semmit nem látunk, ugyanis most a helyzet úgy kívánta, hogy csak telefonon, tehát csak hangot tudunk rögzíteni ebben a helyzetben. Viszont annál többet szeretnék kérdezni arról, hogy mi zajlik éppen ott, Izraelben, már csak azért is, mert ugye volt hétvégén ez az incidens Iránnal, Irán megtámadta Izraelt, több száz eszközt küldött el Izrael irányába, amelynek nagy részét, jó részét, nagy százalékát még a levegőben el tudták kapni a koalíciós erők segítségével együtt. Úgyhogy én ebbe a részébe már annyira nem is mennék bele. Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy milyen a hangulat most Izraelben, mit várnak az izraeliek, és mire készülnek, nyilván amennyit ebből lehet tudni. Én úgy gondolom, hogy van egy ilyen, hogy az idő eltelik a támadás óta. Ez alatt az idő alatt látunk egyfajta ilyen stratégiai fejjelágybenövést, mondjuk úgy, ami a közvéleményt illeti. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyenkor, mikor egy ilyen támadás éri Izraelt, most tessék elképzelni, hogy valamelyik szomszédos állam, mondjuk Ukrajna megtámadja Magyarországot 300 vagy 320 ilyen eszközzel, drónokat, milyen lett volna a közhangulat. Nyilvánvaló, hogy a közhangulat bosszút követett volna, visszacsapást, elrettentést, stb. És én azt hiszem, hogy ahogy az idő telik, úgy lassan nem csak a politikai vezetők, hanem a közvélemény is kezdi megérteni a helyzet komplexitását, hogy milyen sok lehetőség rejlik ebben az új helyzetben, ami kialakult, és milyen veszélyek vannak, és hogy mennyire nem szabad elpazarolni ezt a lehetőséget, és mennyire fontos a jó döntést meghozni ebben a pillanatban, és nem az indulatokra hallgatni, nem a józan észre, még akkor is, hogyha az embernek le kell nyelni a büszkeségét ideig, óráig. Tehát én azt hiszem, hogy ez jellemzi a legjobban ezt a jelenlegi helyzetet, hogy egyfajta kihűlt az első harag, és most azt hiszem, hogy az elemzőknek itt is sikerült bemutatni a komplexitását egy ilyen döntésnek a közönség számára. Egy ilyen döntésnek mi adja a komplexitását? Milyen tényezőket kell ilyenkor figyelembe venni? A legújabb tényező, mondjuk, ugye, ami megjelent, amivel eddig kevésbé számoltunk, ezek a koalíciós megfontolások. Hát el kell mondani, hogy Iránnak egy nagy célja volt ennek az október 7-i támadásnak a felbújtásával, vagy a kiprovokálásával, vagy az ösztönzésével, nem tudom, mi a pontos megfogalmazás evel kapcsolatban. Az irániak akarták ezt a támadást, még hogyha nem is ebben a pillanatban, az október 7-iről beszéltek. És hogy miért? A céljuk az volt, hogy megakadályozzák ennek az amerikai arab-izraeli koalíciónak a kialakulását Irán ellen. Most akkor nagyon úgy tűnik, hogy amit október 7-én megpróbáltak akadályozni, azt október 14-én az irániak provokálták. Mert láttuk azt, hogy létrejött egy de facto koalíció Irán ellen, láttuk azt, hogy Jordán harci repülőgépek vadásztak iráni drónokra, olyan radarok, olyan észlelőeszközök, amik Szaúd-Arábiában, az emírségekben, Törökországnak vannak, információt szállítottak ehhez az erőfeszítéshez. Tehát én azt hiszem, hogy a stratégiai szinten keletkezett itt egy de facto koalíció, ami kár lenne szétrobbantani egy megmondulatlan lépéssel. Tehát ez egy olyan dolog, amit számításba kell venni. A számításba kell venni azt is, hogy mi lehet egy ilyen izraeli válaszcsapásnak a következménye. Tehát kiprovokálhatunk háborút, az is lehet, hogy nem sikerül helyreállítani az elrettentést, amit szeretnénk helyreállítani. Egy ilyen támadás kudarcot is vallhat, látjuk, hogy az iráni támadás milyen csúfos kudarcot vallott, és Izraelnek sincs semmilyen garanciája arra, hogy ez a támadás, amit végre fog hajtani, nagyon-nagyon sikeres lesz. Tehát van itt egy egész sor megfontolás, és én azt hiszem, hogy itt keletkezett egy hátrány Izrael szempontjából, tehát Irán beáraszta ezeket az izraeli támadásokat, egy újfajta egyenletet állított föl, ugyanakkor keletkezett egy számos új lehetőség is Izrael számára. És én azt hiszem, hogy ezek közül a lehetőségek közül most választani kell, hogy most a politikai hasznot Gáza irányába fogom kihasználni, vagy Libanon irányába, vagy Irán irányába. És akkor a várt politikai cél alapján határozom meg, hogy milyen lépéseket fogok tenni. Tehát ez a döntéshozatalnak a logikus sorrendje.
Iránnal kapcsolatban most számos vélemény lát napvilágot. Van, aki úgy nyilatkozott egyenesen, hogy Irán öngyilkosságot követett el ezzel a támadással, hiszen egyébként egy olyan gazdaságról beszélünk, ami egy háborút nem igazán tudna valószínűleg finanszírozni, mégis meglépte ezt a lépést, nem tudva azt, hogy Izraelnek mi lesz, vagy mi lehet majd erre a válasza. Mások pedig arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy Irán lépése mögött lehetnek olyan tényezők, amelyek nem ismertek a világ számára, vagy nem nyilvánosak, amelyekről úgymond nem tudunk, és ebből adódhatott ez a fajta önbizalom. Izraelnek mi az álláspontja, illetve önnek mi az álláspontja elemzőként? Én csak a saját álláspontomról tudok beszélni. Én úgy gondolom, hogy ami iránt illeti, nem kell ez általában ezek a szélsőséges forgatókönyvek, szélsőséges magyarázatok, hogy ki követett el öngyilkosságot, vagy ki nem követett el. Ezeket azt hiszem, hogy félre lehet tenni itt. Általában a geopolitika nem az extrém esetekbe utazik, hanem a fősodorban. És amit látunk Irán szempontjából, hogy Irán valószínűleg azt érzékelte, hogy Izrael jelenleg el van foglalva egy sor kisebb háborúval, Gázában, Libanonban, Huszikkal szemben, és Izrael meggyengült, és ezért Irán úgy érezte, hogy itt van az alkalom, hogy helyreállítsa azt a mérleget, azt az egyensúlyt, ami közte és Izrael között van. Hát Izrael az utóbbi, ez alatt a sok évtizedes titkos iráni-izraeli háború alatt számtalan csapást mért iráni célpontokra, Irán által támogatott terrorszervezetek vezetőire, iráni fegyverszállítmányokra, amik Izraelt fenyegették, és Irán úgy érezte, hogy itt az a pillanat, mikor ezt a dolgot be tudják árazni. És akkor azt tudják mondani Izraelnek, hogy ezután a kalkulusodba, számításba kell venned azt, hogyha X-et csinálsz, akkor nekik kilövök 300 rakétát. Úgy gondolták, hogy ez a legalkalmasabb pillanat erre. Azt se tartom kizártnak, amit ön is említett, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk. Például az iráni rendszeren belül ez a kötélhúzás, a reformerek, meg a kemény vonalasak között. Tehát, hogy a kemény vonalasok kritikával illették a jelenlegi iráni vezetést, hogy adják, hogy Izrael levigye őket mindig kajakra, és ez egy megaláztatás, és ezt már nem lehet tűrni. Tehát lehet egy ilyen belső szkander is. És ugyanakkor, amit Irán tett, az arról tanúskodik, hogy az Egyesült Államoknak az eredetentő ereje számottan csökkent itt a Közel-Keleten. Én ezeket a dolgokat látom Iránnak a megfontolásaiban. Azokat a spekulációkat is le lehet venni az asztalról, hogy itt Irán nem akar semmilyen kárt okozni, csak úgy hecből kilőtt 300 ilyen eszközt, hogy jelezzen valamit, hogy ilyen kinetikus diplomáciai mondani szokás, meg ezek a dolgok, ez is nyilvánvalóan nevetséges. Az, hogy ez a támadás nem végződött több tucat vagy több száz halottól és egy hatalmas kárral, ez nem az irániaknak a jó akarát elmúlt. Ez a mi légvédelmünk, meg a koalíciós támogatás. Tehát én azt hiszem, hogy Irán itt nagyban játszott, és mivel följebb sorfoltat tétet, kénytelen lesz elfogadni azt, hogy rajta is magasabb titeket kérnek majd szám. Többen felhívták arra a figyelmet, és azért is gondolták, hogy Irán nem akart akkora csapást mérni, vagy nem akart igazán nagy fájdalmat okozni, mert hogy előre szólt, ugye a támadás előtt, illetve most azt is lehetett olvasni iráni forrásokra hivatkozva, hogy még a Fehérháznak is közvetlenül küldtek információkat, illetve Törökországnak szóltak ugye a támadásra, ami NATO tagország. Ezeket a figyelmeztetéseket hova soroljuk? Úgy gondolom, hogy Irán eleve tudta azt, hogy nem tudnak semmit nem tudnak elrejteni az amerikai hírszerzés szem elé. Tehát amit el lehet rejteni, az egy készülő terrortámadás, azt el lehet rejteni. Azt, hogy kihozom a sufliból a teherautót, amely kilövi ezeket a rakétákat, hogy felállítok egy balisztikus rakétát indításra, aminek az indítása több órát vesz igénybe, tehát csak felállítani ezt a rakétát, feltankolni és elindítani, ezek a dolgok több órát vesznek igénybe, és eleve ezt a úgy Izrael, mint az Egyesült Államok észleltek volna. Tehát az irániak ezt tudják, és ilyenkor sokkal hasznosabb előre menekülni, és megpróbálni előnyt kovácsolni a hátrányt. Tehát ez az egyik megfontolás. A másik megfontolás az, hogy én azt hiszem, hogy ők őszintén határok közé akarták szorítani ennek a támadásnak a hatásait, és mindent meg akarták tenni, hogy úgy árazzák be ezt az izraeli csapást, amit Izrael Damaszkuszban mért Iránra,
Tehát úgy eredetlenség el Izrael, hogy közben nem provokálnak ki egy totális háború. Tehát Irán is szűk határok között mozgott itt, és ezeket a határokat, a kréta, amivel ezeket a határokat megrajzolták, felrajzolták a táblára, az az a kommunikáció volt. Kommunikálták az Egyesült Államok felé, és az Egyesült Államokon keresztül Izrael felé, hogy ez a válaszcsapás ez csak katonai célpontokat fog megcélozni. A szöltetődik a kérdés, hogy mi ennek az oka. És ennek van még egy oka, azon kívül, hogy Irán nem akart egy háború. Irán tisztában van avval, hogy előbb-utóbb fog érkezni egy izraeli válaszcsapás erre az iráni csapásra. És Irán nem akart olyan izraeli célpontokat megtámadni, ahol ő ma gyenge. Mert Irán nem fenyegette mondjuk az izraeli földgáz forrótornyokat a földközi tengeren, mert tudja, hogy neki is ez az Achilles sarka. Iránnak is ez az Achilles sarka. Irán nem szedegette az izraeli urbánus központokat, ahol a lakosságban, mert neki is ez egy gyenge pontja. Mert Irán nem fenyegetett olyan célpontokat, ahol ő maga sem szeretne válaszcsapást kapni. Van itt egy szimetria ezekben a dolgokban. És én azt hiszem, hogy ezek voltak Irán megfontolásai, nem valamilyen rosszul értelmezett humánum vagy ilyesmi. Tehát amikor az egyik ország kilő egy másik országra 60 tonna robbanóanyagot, akkor annak következményei lesznek. És hogyha Irán pusztán jelképes támadást akart volna intézni, akkor szerintem 10 csapásmérő eszköz teljesen megtette volna. 20, tudom én, hogyha különösen bőkező vagyok. Kilőni 300, nem tudom hány ilyen eszközt, három különböző irányból, úgyhogy mindent megtesznek, hogy áttörjenek a légvédelmi rendszerünkön. Ez nyilvánvaló volt, hogy azt célozták, hogy igen komoly károkat okozzanak, és igen súlyos emberáldozatot okozzanak ezeken a katonai létesítményeken belül. Ugye a válaszcsapást fontolgatja mindenki, mi lesz Izraelnek a válasz erre. Amerika hűtötte a kedélyeket, olyan nyilatkozatot is lehetett olvasni, amely egyenesen kérte Izraelt, hogy egyáltalán ne válaszoljon ezekre a támadásokra, illetve hogy gondolját, fontolja meg, és józanul cselekedjen ezen a területen. Miért jött ez a válasz, miért jön ez Amerika felől, milyen indokot lát-e mögött? Viszont is lássuk, hogy mit mondott Amerika. Amerika azt mondta, hogy Amerika nem kíván részt venni Irán elleni válaszcsapásban. De ugyanakkor amerikai vakhanggal nem mondta azt Izraelnek, hogy ne támadja meg Irán. Ezt nem mondta Amerika sehol, sehol ilyet nem hallottunk. Azt is tudjuk, hogyha a Biden adminisztráció azt akarja, hogy Izrael ne csináljon valamit, ezt igen egyértelműen kimondják. Lásd, Rafah, igaz? Nem hagytak semmilyen kétséget nekem kapcsolatban. És ilyen hangokat nem láttunk Iránnal kapcsolatban. Volt egy 25 perces telefonbeszélgetés a miniszterelnökünk és az amerikai elnök között, és utána Biden ki is szivárogtatta ennek a tartalmát. Nagyjából ezt úgy lehet összefoglalni a lényegét ennek a beszélgetésnek, hogy lassan a test kell, lassítsátok le a dolgokat. És Izrael ezt megtette. Tehát eleve az izraeli háborús kabinet felhatalmazta a három emberből álló szüket kabinetet, hogy eldöntsék annak a visszacsapás, ellencsapásnak a módját, hogy hol, mikor, hogyan, milyen célpontokat fog Izrael megtámadni. Tehát gyakorlatilag formálisan a fegyver ki van biztosítva, mondjuk. Hogy ez a fegyver mikor fogjuk elsütni ezt a fegyvert, az később is lehet, nem sietünk sehova. Én azt hiszem, hogy a bosszú az egy olyan fogás, amit hidegen a legjobb felszolgálni, mikor a legváratlanabbul jön. Tehát tisztában vagyunk abban, hogy jelenleg az egész iráni biztonsági apparátusnak mondjuk úgy, hogy a bizonyos alsóbb testrészei összeszűkülnek egy ideig, mert várják ezt a csapást, és miért ne hagyjuk őket izzadni. Tehát semmi nem sürgős. És én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy egy jó döntést hozunk ebben kapcsolatban, úgyhogy a koalíciót sikerüljön együtt tartani, talán engedményeket kicsikarni ennek az önmérsékletnek a fejére a Biden adminisztrációtól Gázával kapcsolatban, vagy Libanonnal kapcsolatban. Hát itt igen, sok megfontolás van, és miután megszületik a döntés, akkor a hogyan ez már csak kézügyesség kérdése, ez nem ez a lényeg, a hogyan a legegyszerűbb. Nem tartanak attól, hogy ez csak egy próba volt Irán részéről, hogy mégis mit tud elérni, és még van úgymond terv arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák megszorongatni Izraelt? Röviden, nem egyáltalán. Hát, én azt hiszem, hogy ezen a ponton már túl vagyunk. Abban a pillanatban, hogy Irán kilőtt több száz ilyen eszközt Izraelre, egy teljesen új helyzetet teremtett, és ezt a helyzetet úgy hívják, hogy hadi állapot. Még akkor is, hogyha nem látunk, tudom én,
egy háborút azonnal föllángolni, de teljesen egyértelmű, hogy az a fajta alacsony intenzitású hadviselés, ami eddig volt Irán és Izrael között, ez most átvált egy magasabb szintű hadviselésbe, és én úgy gondolom, hogy Irán sokkal-sokkal sebezhetőbb, mint Izrael. Tehát nem rendelkezik azokkal a védelmi rendszerekkel, amikkel Izrael rendelkezik. Mi bebizonyítottuk, hogy védelemben le tudjuk győzni Iránt, azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű volt most. Én azt hiszem, hogy ami a támadást illeti, valószínűleg láthatták az irániak azt, hogy mit tettünk Gázában, és hogy lesz ki most Gáza. És én azt hiszem, hogy ebből is fakad az idegességük bizonyos szinten. És van itt még egy dolog, amivel tisztában kell lenni. Az iráni hadsereg a mérete ellenére rettenetesen elavult, és rettenetesen nem modern hadsereg, mondjuk úgy. Az iráni hadseregnek a koronagyémántja, mondjuk úgy, vagy a legütőképes része, az pont ez, amit látunk most szombaton. A drónok, a cirkáló robotrepülőgépek, a balisztikus rakéták, az összes többi az igazából nem sokat ér, se az iráni haditengerészet, se az iráni szárazföldi csapatok. Arról nem is beszélve, de egy óriási távolságban Izrael és Irán között, és ezért az iráni szárazföldi hadsereg teljesen irreleváns ilyen szempontból. Két államban között, ami elválaszt minket tőlük. És láttuk azt, hogy ami a legerősebb konfliktus, ugye ez az iránc egyébként, hogyha most ki fognak lőni háromszor ennyi drónt, és akkor egy háromszor ennyi balisztikus rakétát, és akkor nem négy fog átcsúszni ezen a hálón, hanem nyolc, akkor nyolc. Bocsánat, ezt itt nem értettük, mert szakadozott, tehát 8. Ellentetásként. Ha Irán legközelebb nem 300 eszközzel támadja Izraelt, hanem 600 eszközzel, akkor nem 4 balisztikus rakéta fog átcsúszni ezen a hálón, hanem 8 vagy 10. Mert mekkora kárt tud okozni 10 balisztikus rakéta, összehasonlítva a valakáról, amit Izrael tud okozni Iránnak. Irán kőolajiparának, az energiaiparának, a hőerőműveinek, a vízerőműveinek, különböző a nukleáris programjának. Hát láttuk azt, hogy Izraelnek ezek a lopakodó repülőgépei többször is megjelentek már Teherán fölött, ki is rúgtak ezelőtt néhány évvel ennek kapcsán az iráni légvédelemnek a parancsnokát. Volt az az eset is, mikor az irániak lelőttek egy utasszállító repülőgépet Teherán fölött, mert valószínűleg a légtérben ilyen lopakodó repülőgépek voltak, és azoknak a jelét észlelték. Tehát látjuk azt, hogy Irán bizonyos szinten védtelen Irán Izraelnek a válaszcsatása ellenére. Tehát én azt hiszem, hogy igazából nem tartunk ettől a dologtól, nem tartunk jobban ettől, attól, hogy ebből háború lesz, mint Irán. Az előbb arra célzott, hogy látták, hogy mi történt Gázában, vagy milyen háborút folytatott Izrael Gázában. Ez most Izrael számára egyébként elrettentő erőt is jelent a gázai háború, és azért is vetem ezt fel, mert talán pont a múlt héten beszéltünk, vagy hoztam egy olyan cikket, amely arról szólt, hogy Izraelnek a gázai háborúját kritizálta olyan tekintetben, hogy ennyi idő alatt nem tudta még úgymond azt a célt, hogy a Hamaszt megsemmisítse, teljesíteni. Jó, de mindenki tisztában van ebből, aki kicsit is objektíven nézi a dolgokat, önnek politikai okai vannak. Tehát láttuk azt, hogy a Hamas katonai erejének a legszámottevőbb részét, ami ott volt Gáza városa környékén, ilyen hamar felszámolta Izrael. Tehát gyakorlatilag hetek alatt felszámolta Izrael ezt az egész erőt, és utána pedig az amerikaiak behúzták a kézítőket, az ő szempontjukból teljesen érthetően. Tehát az amerikai politikai okokat én megértem, nem örülök nekik, de megértem ezeket az okokat. És az egyetlen dolog, ami fékezi Izraelnek az előrehaladását, igazából ezek a politikai korlátok. És ezekkel számolni kell. Most én nem vagyok benne biztos, hogy a Biden adminisztráció zokogó görcsöt kapna attól, hogyha Izrael három irányú nukleáris létesítményt bombázna le, és nem csak kettő. Hát én azt hiszem, hogy valahol nagyon örülnének ennek a dolognak, hogyha a dologból nem lenne háború. Tehát én így látom ezt a dolgot, és én úgy abból foglalnám össze ezt az egészet, hogy Irán a mérete ellenére egy igen sebezhető ország, és legalább annyi célnivalója van egy Izrael-el való háborútól, mint fordítva. Beszéljünk egy picit Oroszországról is, ugyanis mai hír, hogy a mai napon egyeztettek az orosz biztonságiak, az izraeli biztonságiakkal itt a háborúnak a kapcsán, és érdekelne az, hogy hogyan látja Oroszországnak a szerepét
Iránnal kapcsolatban a viszonyukat, mennyire lehet ez bátorító Irán számára, hogy Oroszországgal viszonylag jó kapcsolatot ápol az elmúlt időszakokban? Tisztában kell lenni avval, hogy Irán és Oroszország nem tömörül egy olyan szervezetben, mint a NATO. Hát van egy nagyon pragmatikus együttműködés a két fél között. Irán iszonyatos mennyiségű hadianyaggal támogatta Oroszországot. Abban a kontextusban teljes az összhang a két ország között. Ami Szíriát illeti, vagy Szíriának és Libanonnak, vagy főleg Szíriának a sorsát, a jövőjét illeti, én azt hiszem, hogy az érdekeik teljesen ellentétesek. Irán teljesen mást akar, másképp képzeli el Szíria jövőjét, mint Oroszország. Oroszországnak van egy katonai hadikikötője, és van egy katonai repülőtere Szíriában. És mikor megmentették az Assad rezsimet az iszlám államtól, meg a szíriai polgárháborúban megmentették az oroszok az Assad rezsimet, akkor nem azért mentették meg, hogy Iránnak legyen még egy csatlós a közel-keleten, hanem azért, hogy nekik legyen még egy csatlós a közel-keleten. Tehát van egy nagyjából zéró összegű játék, és látjuk azt, hogy Oroszország annak ellenére, hogy rendelkezik nagyon komoly hírszerzési képességekkel Szíriában, nem figyelmeztette az irániakat sorozatosan ezekre az izraeli támadásokra. Tehát mondjuk úgy, hogy mikor Izrael Iránnak, vagy Iránt, vagy az iráni érdekeltségeket pusztítja Szíriában, gyakorlatilag Oroszországnak a munkáját végzi el. Oroszország nem akarja, hogy Irán befészkelődjön Szíriába, azt akarja, hogy Szíria egy Oroszországtól függő csatlós állam legyen, és nem egy Irántól függő csatlós állam. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a szíriai kontextusban van egy együttműködés Izrael és Oroszország között. Az is köztudomás, hogy van egy egyeztetés, egy forró vonal Oroszország és Izrael között, amivel megakad a konfliktus, az esetleges légi konfliktust a két ország légiereje között itt Szíria fölött egyeztetni. Tehát, hogy ne alakulhasson ki egy olyan helyzet, hogy izraeli és orosz gépek összecsapnak Szíria fölött, van egy koordinációs mechanizmus. Izrael leértesíti Oroszországot az utolsó pillanatban egy ilyen támadás előtt, mielőtt megtámadunk iráni célpontok a Szíriában, hogy figyeljetek, jövünk ilyenkor, az oroszok arrébb húzódnak, és akkor Izrael megtámadja ezeket a célpontokat, és ez így van, igen, hosszú ideje, hosszú évek óta ez a helyzet van, és én azt hiszem, hogy gyakorlatilag ez mind a két ország érdekeit szolgálja. És van még egy dolog, amit talán érdemes lenne megemlíteni, mint kőolaj exportőrök, úgy Irán, mint Oroszország ugyanazt a piacot célozzák meg. Hát Oroszország nem kap az okogorohamot attól, hogy az iráni kőolaj, vagy az egész perzsa-öböl kőolaja és energiája eltűnne a világpiacokon. Miért? Azért, mert az energiaára az egekbe szökne, az orosz energiára fontossága még inkább megnövekedne, Kína kitettsége az orosz energia irányába még jobban megnövekedne, nem lenne ez a közel-keleti, főleg iráni energia, ami a kínai gazdaságot táplálja, kénytelenek lennének még jobban Oroszországra hagyatkozni. Hát én azt hiszem, hogy itt is látunk egy zéró összegű játékot Kína és Oroszország között. Bocsánat, Irán és Oroszország között. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség amiatt aggódik, hogy Izrael valamilyen támadást indít iráni atomenergiai létesítményekkel szemben, vagy ezek ellen, és fel is szólította a feleket a józanságra, a mértékletességre, és a többi, és a többi. Ennek milyen kockázatai lennének, és nyilván ugye itt az atomprogramról is beszélnünk kell egy pár szót, és szerintem már voltak előző adások, amiben beszéltünk is erről, hogy az iráni atomprogram merre halad, hogyan halad, Amerika mennyire volt ebben gyenge vagy erőskezű, de inkább a mostani adminisztráció gyengébbnek tűnik ezen kérdés kapcsán. Hogyan látja ezt az egész viszonyt és helyzetet? Izrael saját önvédelme okán is kell, hogy lépjen ebben a szituációban? Talán kezdjük onnan, hogy van egy többi-kevésbé faltól fali konszenzus a szakértők között, hogy a világ biztonságosabb lesz, hogy minél kevesebb atomhatalom van a világon, annál biztonságosabb lesz a világ. Van egy ilyen konszenzus, vannak szakértők, akik ebben nem értenek egyet, de ők kisebbségben vannak. A szakértők döntő többsége úgy gondolja, hogy a világ sokkal biztonságosabb lesz, hogyha minél kevesebb atomfegyver lesz szétszórva a világon, minél kevesebb atomhatalom lesz, és hosszú éveken át úgy az összes atomhatalomnak, tehát mondjuk ugye azoknak, akiknek már van atomfegyverük, a hivatalos politikája az volt, hogy nem támogatták az atomfegyverek terjesztését, a proliferációt a világ.
Tehát mondjuk se Oroszországnak, se Kínának nem érdeke feltétlenül az, hogy most hirtelen egy sor újabb kisebb atomhatalom szülessen a világon, valószínűleg destabilizálna ezt az atomegyensúlyt a világ. Ez a nagy kép. A Izrael, illetve Izrael következetesen fellépett azok ellen az országok ellen, akik ellenségesek Izrael kapcsolatban, tehát volt Irak, Szíria és most Irán, és elpróbálnak egy katonai nukleáris programot kidolgozni. Láttuk azt, hogy 81-ben Izrael lebombázta, megsemmisítette az iraki atomprojektet, 2003-ban a szíria atomprojektet, ugyanakkor az iráni atomprojekt sokkal nagyobb volumenben történik, sokkal több földrajzi ponton, pontra van szétszórva, eleve úgy lett fölépítve, hogy ezek a centrifugák, ezek az uránium, a hasadóanyag dúsító centrifugák, ezek milyen a föld alatt dolgoznak, a hegyek gyomrában, tehát sokkal jobban megvéd, sokkal keményebb dió, mondjuk úgy. És a dolog tragikuma az, és az itt az utolsó gondolat, hogy az Egyesült Államoknak a gyengesége ezekben a kérdésekben, ez nem új kelet. Az Egyesült Államok szemet, hogy mikor egy közel-keleti hatalom még a 60-as években atomfegyvere tett szert, az Egyesült Államok szemet hunyta fölött, hogy pontosabban tehetetlenül nézte, hogy Észak-Koreából atomhatalom lesz, és valószínűleg Irán atomhatalomá válását sem fogja az Egyesült Államok megakadályozni. Hát itt vagy Izrael fog cselekedni ezen a téren, vagy valószínűleg sem. Kicsit köstjük össze itt az Izrael témáját, Ukrajna témájával, már csak annál is inkább, mert Zelenszkij elnök az X-en, a közösségi oldalán egy olyan bejegyzést tett közzé, amiben arról írt, hogy milyen jó lett volna, hogyha Ukrajna légterében is lehetett volna látni itt az elmúlt években olyan nemzetközi koalíciót, vagy olyan segítséget, amelyet Izrael kapott itt szombaton, vagy vasárnap hajnalban. Mit szól ehhez, miért nem jöhetett létre Ukrajnában egy ehhez hasonló történet, és egyáltalán össze lehet-e hasonlítani a két helyet? Én azt hiszem, hogy felületesen össze lehet hasonlítani, ugyanakkor van több ordító különbség. Tehát meg kell érteni azt, hogy Ukrajnában, és ezekről a dolgokról én beszéltem a múltban többször is, és nem lehet úgy tenni, mintha egy egyenlőség lehetne húzni Izrael és Ukrajna közé. Azt is megmondom, hogy miért. Ukrajnában az ellenfél a világ legnagyobb atomhatalma. Ukrajnában az ellenfél a világ legnagyobb atomhatalma, és ezért a nyugat kétszer meggondolja, mielőtt nyílt háborúba keveredik Oroszországban. Tehát ugyanezt a dolgot azért nem láttuk Ukrajnában, mert az azt jelentette volna, hogy a NATO hadba lép az Egyesült Államok ellen, és ezt tudjuk, hogy ezek a dolgok, bocsánat, Oroszország ellen, és mivel Oroszországnak 6000 atomtöltete van, az ilyesmi általában 8 napon túl gyógyul. Hogy geopolitikailag Ukrajna sokkal kevésbé fontos helyszín, mint sokkal kevésbé fontos ingatlan, mint itt a közelben. Az amerikaiaknak sokkal-sokkal mélyebb érdekei vannak ennek a közel-keleti pozícióik megtartásában, mint Ukrajnában. És a harmadik ok pedig az, ami azok a különleges képességek, amiket Izraelnek tulajdonít, ezekkel Ukrajna nem rendelkezik. És van egy olyan félelem is, hogy ha nem állnak ki Izrael mellett, és egy ilyen iráni támadás sarokba szorítja Izraelt, akkor Izrael esetleg egy kalandos vállalkozásokba kezdhet, és kalandos eszközökhöz nyúlhat, mondjuk. Hát ezt megelőzendő is lépett föl a nyugat, hogy visszatartsa Izraelt drámai lépésektől, hogyha úgy érzi, hogy sarokba szorította. Hát én azt hiszem, hogy ezek a különbségek és ezek azok, és ezeket a dolgokat mindenki tudja. Tehát Zelenszkij elnök ezt pontosan úgy tudja, mint én. Ez inkább ilyen költői kérdés volt, amit Zelenszkij föltett, mert a válaszra teljesen egyértelmű. Azt is lehetett hallani az elmúlt napokban, hogy a Közel-Keletnek sajátossága az, hogy ezekből a konfliktusokból viszonylag gyors eszkalációk tudnak következni, ellentétben akár azzal is, amit itt Ukrajnában látunk, hogy 2 éve zajlik ez a háború, és hát mondhatjuk azt, hogy hál' Istennek nagyobb eszkaláció nélkül zajlott ez le, oly módon, hogy nem kapcsolódtak be szomszédos országok, vagy plusz hatalmak ebbe a háborúba. A Közel-Keleten most hogyan látja a helyzetet? Van akkora feszültség, hogy valóban akár mondjuk a harmadik világháború kirobbanásának a helye is lehet, és most ezt azért kérdezem így, mert egyébként szólnak erről akár elemzések is, itt az elmúlt napokban, legalábbis a magyar médiában. Tehát akkora most a feszültség?
Először is úgy gondolom, hogy ez a meglátás, amiről itt beszéltél, teljesen valid és egy nagyon okos meglátás a dolgoknak. Európában ennek a két hatalmi blokknak a megléte. Tehát egyrészt Oroszország, másrészt ott van a NATO vele szembe, ez stabilizálja a dolgokat. Tehát mondjuk úgy, hogy Európában a világ mindig bipoláris. És általában a bipoláris szembenállás ez egy stabil szembenállást eredményez. A közel-keleten nem bipolaritásról beszélhetünk, hanem itt sokkal bizonytalanabb az egész. Itt nem létezik egy közel-keleti NATO. Itt nagyon jó lenne, ha létrejön egy közel-keleti NATO, mert ez stabilizálna, lenyugtatná ezt az egészet. Tehát egy szövetségi rendszer fegyelmet kényszerít bizonyos szinten egy rendszernek a tagjaira. Sokkal kevésbé hajlamosak azok, akik egy rendszerben vannak, szövetségi rendszerben vannak, hogy ilyen kalandor politikát folytassanak. A közel-keleten ez nincs. Tehát sokkal több változóval kell számolni. Nem tudhatjuk például azt, hogy egy közel-keleti ország, mondjuk Jordánia, ki mellett fogja letenni a voksát. 1991-ben Jordánia Saddam Hussein mellett tette le a voksát. És nem volt majdnem magától értetődő, hogy most a nyugat mellett teszi le a voksát, és nem Irán mellett. A külön nyomás, amiatt a nyomás mellett, amit rájuk gyakorol Irán. Tehát én azt hiszem, hogy ez az oka annak, hogy a közel-kelet egy sokkal veszélyesebb robbanóanyag, vagy gázkeverék, sokkal robbanékonyabb gázkeverék, mint amit ott Európában látunk. És ebből kifolyólag teljesen elképzelhető, hogy be tud indítani egy folyamatot, ami végén egy globális konfliktushoz vezethet. És megint csak azt tudom mondani, hogy második világháború előtt is voltak ilyen előháborúk. Ezeket hívja Victor Davis Hanson a második világháborúknak többes számmal, mert ezek a háborúk Abesziniában és egyéb helyszíneken a 30-as években szépen összeálltak egy globális háborúban. De éppen emiatt, amit most mondott, kérdés az, hogy akár az a koalíció, amit most láttunk itt az elmúlt hétvégén, tehát akár Jordániát, akár más arab országokat is, akik ugye szedtek le ilyen eszközöket, ez mennyire stabil, vagy mennyire illékony, mennyire lehet támaszkodni erre, vagy lehet arra számítani, hogy ha úgymond komolyabbá válik a helyzet, akkor ezek az országok akár a saját érdekeik mentén még oldalt is válthatnak? Először is azt, hogy oldalt váltottak, vagy legalábbis kacsingattak oldalra, ezt láttuk a szaudi és iráni rendezés esetében is. És ennek a koalíciónak, amiről kérdezett Rita, annak két olvasata van. Az egyik olvasat az, hogy nincs semmilyen koalíció, legyünk már komolyak. Amit látunk, az amerikai CENTCOM, az amerikai központi katonai parancsnokságnak a működése. Ez a központi katonai parancsnokság, ez gyakorlatilag a földközi tengertől afganisztáni nyújtózkodik nagyjából. Ezeken a helyzet és azok az államok, amik beletartoznak ebbe, Izrael, meg Jordánia, Szaúd-Arábia Emírségek, Törökország, stb. Ezek az államok gyakorlatilag a rendelkezésére bocsájtották a CENTCOM-nak azokat az eszközöket, mondjuk radarokat, amik segítettek ennek az iráni támadásnak a megállításában. Tehát gyakorlatilag azok az amerikai radarok, vagy azok az amerikaiaknak dolgozó szaudi radarok, amik észlelték ezeket az eszközöket, ezek nem Izraelnek segítettek, hanem abban a katonai, az amerikai központi parancsnokságon belüli szerepüket látták el. Tehát ez az egyik olvasat. Ez egy kevésbé optimista olvasat. A másik olvasat az, hogy ez az amerikai arab-izraeli koalíció gyakorlatilag már létrejött tulajdonképpen. Egy titkos koalícióról van szó, nem egy publikus dolog, nem írtak alá szép papírokat, vagy gyönyörű fejlécekkel és drága töltött olajjal, de van egy ilyen pragmatikus együttműködés, és ennek a működését látjuk itt. És még egy gondolat ebben a témában, hogy én szerintem Irán ezzel a iszonyatosan vehemens támadással kicsit túllőtt a célon. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel egyrészt megijesztette a térség államait, közöttük Törökországot is, megijesztette őket, és ennek a hatása most az is lehet, hogy behódolnak Iránnak, viszont lehet egy másik hatás is, pont az ellenkezője. Hogy mikor látták, hogy egy ilyen kollektív biztonsági megoldás milyen hatékony védelmet tud nyújtani, akkor azt is mondhatják, hogy bocsánat, nekem miért ne legyen. Tehát nekem, mint Szaúd-Arábia, akit 2019-ben az irániak megtámadtak 24 eszközzel, és gyakorlatilag Szaúd-Arábia energiatermelésének az 50%-át kiütötték, azt mondták a szaúdiak, bocsánat, miért nem jár, nekem nem jár egy ilyen védelem, vagy Jordániának nem jár egy ilyen védelem,
hogy az emírségeknek, a Törökországnak nem jár egy ilyen védelem felett irányból. Miért ne? Miért ne? Tehát én azt hiszem, hogy ez nem egy abszurd gondolat, hogy épp úgy, hogy Európában az európai nemzetek is egy kollektív biztonsági architektúrában találták az ellensúlyát a szovjet fenyegetésnek, ezt fogjuk látni itt a Közel-Keleten is. Ez is egy forgatókönyv. Most kimondható az egyébként, hogy háború van Irán és Izrael között, és ha igen, akkor hogyan lehetne meghatározni azt, hogy egyébként ez milyen háború? Mert október 7-e óta beszélünk arról, van egy iráni-izraeli szembenállás, és hát nálunk is jártak szakértő vendégek, volt, aki azt mondta, hogy egyébként ez a Hamas és Izrael háborúja, tehát nem vetítette volna ő ki például konkrétan Iránra, de azért mégis mindig beszéltünk az iráni száról. Most történt egy közvetlen támadás, viszont itt a nagy távolság miatt is nyilván, hogy nem egy olyan háborút kell senkinek elképzelnie, mint ami Ukrajnában folyik ukránok és az oroszok között. Hogyan lehetne ezt megfogni, hogy mi történik most jelenleg? Meg kell ismerkednünk abban a fogalommal, amit úgy hívnak, hogy kriptoháború, titkos háború. És ez a titkos háború Irán és Izrael között 1980 óta folyik. 1980 óta folyik, és gyakorlatilag ennek a kriptoháborúnak a célja a eldönteni ezt a kérdést, hogy melyik hatalom lesz a hegemon hatalom a Közel-Keleten. Az Egyesült Államok vagy Irán. Abban a pillanatban, amikor Irán az Egyesült Államoknak a legközelebbi szövetségesét támadja itt a Közel-Keleten, az Egyesült Államokra mér nyomást tulajdonképpen, és ez folyik 1980 óta. És a libanoni háború, a második libanoni háború, ez a Hamasznak ez a támadása, és egy egész sor különböző helyi akciók, meg csetepaték, meg harcok, meg provokációk, meg támadások, ezek ennek a hosszú iráni háborúnak, a iráni nyugati háborúnak, mondjuk ugye a nyugati arab háborúnak a külön epizódjai, és ennek a háborúnak a célja az eldönteni, ki lesz a Közel-Kelet hegemon hatalma. Irán magának akarja ezt a hegemóniát, ezért látjuk ezeket a dolgokat. És a Hamas-izraeli háború, ez csupán egy fiók háborúja ennek a hosszú háborúnak. Mi változott itt tulajdonképpen április 14-én éjszaka? Egyetlen egy dolog változott, hogy az iráni-izraeli titkos háborúból egy iráni-izraeli nyilvános háborúvá vált. Ennyi az egész. Ennyi változott. Arról még kérem egy pár szóban beszéljen nekünk, hogy azért mégis milyen a hangulat Izraelben, és ezt azért kérdezem, mert hallottam olyanoknak a beszámolóját, akik Izraelben élnek, izraeli magyarok, és azért arról számoltak be, hogy nagyon feszült volt az elmúlt pár nap, a hétvége, és igen komoly aggodalmak kerültek úgymond felszínre. Nyilván ez nem egy elemzői státusz most, amit kérek, de mégis mennyire érzi Izraelnek a társadalma most azt, hogy ez a helyzet komoly, vagy akár komolyabb is, mint a gázai háború? Én úgy gondolom, hogy mivel ez az iráni válság egy már meglévő háború során robbant ki, teljesen más volt a hatása, mint egy olyan háborúnak a kitörése, ami egy teljes béke, a béke teljes béke állapotából ér egy társadalma. Tehát, hogyha mondjuk most Európában, Svájcban kitörne egy háború, teljesen másképp reagálnák azt le, mint Izrael már eleve háborúban állt Gázával és a Hizballával Libanonban, és a Huszikkal Jemenben, tehát eleve volt egy háború, már eleve volt egyfajta eltompulás az érzékeknek avval, hogy már elszenvedtünk majdnem 2000 áldozatot ebben a háborúban, voltak tuszok, voltak katonák, elestek a háborúnak a közel 300 katona esett el a háborúnak az aktív szakaszában is, tehát már eleve egy teljesen más kiinduló pontból indultunk. Tehát ebben számolni kell, és nyilvánvaló, hogy mindenki másképp éli meg ezeket a dolgokat, és nyilvánvaló, hogy vannak olyanok, tényleg nem kritizálhatok senkit. Lehet, hogy mások magyar ajkúak, akik itt élnek Izraelben, ezt másképp élik meg. Én azt látom, hogy a társadalom működik, az iskolák nyitva vannak, bezárták talán egy napra a napköziket meg az iskolákat, az iskolák nyitva vannak, az óvodák nyitva vannak, gyakorlatilag az élet megy tovább, nincs semmilyen korlátozás, tehát a polgári védelem megszüntetett minden korlátozást, amit az iráni támadás előtt életbe léptettek. Praktice, ha valaki nem közvetlenül a határok mellett él, most jöttem vissza délről, és
hallatszik ott az ágyúdörgés Gáza irányából, de ha valaki nem ott él, akkor nem érez ebből a háborúból semmit. Tehát én azt hiszem, hogy van egyfajta feszültség, de ennél többről én szerintem nem lehet beszélni. Nagyon szépen köszönöm, vigyázzanak magukra ott Izraelben. Robert Székesztel biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, az NKL kutatója volt a vendégünk.